A pirisi parkerdő kevesebb mint 4 hónap alatt 200 000 csemetét ültetett el a főváros területén élő erdőkben. A budapesti erdők területe az elmúlt 3 évtizedben nem változott számottevően, tehát a hagyományos erdőgazdálkodástól jelentősen eltérő ökoszisztéma szolgáltatásokat, így a friss levegőt, a klímavédelmet, a rekreációs lehetőségeket egy nagyjából 3600 hektárnyi erdőterülettel kell megoldani. A szakemberek belenyúlási lehetőségét jelentősen befolyásolják a külső körülmények. Ez egy élő természetes közeg, amivel mi dolgozunk. Itt azért egyértelműen kötött, hogy a biológiai szabályokat fölülírni nem tudjuk. Ami új információ, az ugye a klímavédelem és a klímaváltozás, ami új kihívásként jelenik meg előttünk. Ezt is mindenféleképpen igyekszünk beépíteni az erdőkezelésünkbe. Az Erdészeti Tudományos Intézettel készítettünk klímavizsgálatokat, 30-50 év múlva mire kell fölkészülnünk. És a mai erdőkezelésünk az gyakorlatilag kihatással van a 30-50 évvel előttünk lévő állapotokra, ennek megfelelően igyekszünk kezelni ezeket az erdőket. A fővárosi erdők elhelyezkedés szerint is nagyon eltérő állapotot mutatnak, amíg a pesti oldalon főleg első és második generációs telepített erdők vannak, akác, nemesnyár, illetve fenyő túlsúllyal, addig a budai oldalon örök erdőgazdálkodáshoz jó alapot adó védett erdők élnek, ahol a beavatkozásokat is eszerint kell alakítani. Nem várunk 10-20 évet arra, hogy majd egy fiatal erdő felcseperedjen, hanem tényleg egy folyamatos erdőborítás mellett a természetben lezajló folyamatokat igyekszünk leutánozni, kisebb facsoportokban, mintha kidőlne 5-10 fa egy helyszínen. Ilyen lékeket alakítunk ki, és ezekben a pici lékekben történik meg a csemetéknek az ültetése, vagy a természetesen megjelent csemetéknek a megsegítése, és itt van az a pillanat, ahol oda tudunk figyelni arra, hogy mely fafajok csemetéi jelenjenek meg. Hiszen tudjuk azt, hogy mondjuk a bükk és a tölgy jó eséllyel a cserek irányába vissza fog szorulni, hiszen egy melegebb, szárazabb klímára kell felkészülnünk. A szakértők szerint ez azonban csak egyik szempont, hiszen az is nagyon fontos, hogy minél több fajt felmutató elegyes erdőt alakítsanak ki, ugyanis a diverzitás, a sokszínűség az erdők esetében is növeli a túlélés esélyét. A pesti oldalon álló erdőknél is hasonló a törekvés, ám ott más módszerekkel kell létrehozni az életképes erdőt. A 10. kerületben például egy 70 éves akácossal volt dolgunk, ahol az idős akácok gyakorlatilag lábon már elkezdtek elpusztulni, és itt ki tudtuk használni azt a lehetőséget, hogy a kiritkult akácok alatt megjelent egy második lombkoronaszint, és letermeltük az idős akácokat az alsó lombkoronaszint teljes meghagyásával, különösen az ott lévő őshonos és különös ökológiai értéket képviselő fák megkímélésével, és az ott kialakult nagyobb lékekbe pedig az őshonos csemetéket vittük befelé. A Farkaserdő 4. kerületben például, ott ez a klasszikus pici lékekkel tudtunk operálni, mert szerencsére ott az erdőben nem volt akkora területi probléma, mint a 10. kerületben, úgyhogy mindenhol más és más az eszköz, amit alkalmazni tudunk. Ritling István elmondta, hogy ezek a szakmai beavatkozások önmagukban csak részsikereket hoznak. Éppen ezért az önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek és az erdőjáró emberek segítségére is szükség van a budapesti erdők megóvásához, ami a 30-50 év múlva a fővárosban élők életminőségét is döntően befolyásolja.